Völgyi Péter, kérdezzük az ETKK vezető edzőjét a holnapi mérkőzésről. Mit vár? Nehéz mérkőzésre számítok holnap, bár a Nyíregyháza ideig nyeretlen a szezonban. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az összes mérkőzését idegenben játszotta le a csarnok felújításuk miatt. Miután először lépünk teljes csapattal a parketre, hiszen Dark Lamb is felépült a sérüléséből, és a Puszta Dávidnak is egyre jobb a térde. A hazai pálya is ez, hogy teljes csapat leszünk, mindenképpen mellettünk szól. Viszont óvaj, intenék mindenkit attól, hogy könnyű mérkőzésre számítson. Nyíregyháza három jó légiósra és egy honosított légiósra áll föl, a magyar maguk sem rossz. Ugyanakkor tény is való, mivel későn igazoltak légiósokat, későn állt össze a csapat, és talán a sorozatos vereségek is egy kicsit nyomasztják őket. Ugyanakkor nekünk mindenképpen nyerni kell ezen a mérkőzésen ahhoz, hogy a tabellának középmezőnyben annak az első felében meg tudjunk ragadni. Úgyhogy nehéz mérkőzésre számítok, de megmondom össze mindenképpen hazai győzelemre.